karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium immár 8. alkalommal rendezte meg dr. Hajdú Muharos József országos református földrajzi tanulmányi versenyt, melynek döntőjében 33 diák vett részt. A versenyt Tóth Barna igazgató nyitotta meg, majd igét hirdetett Keszeg Seres Patrícia karcagi lelkész, majd a névadó életútját és a verseny menetét Major János szaktanár ismertette. Versenyünk névadója dr. Hajdú Muharos József, egykori geográfus, geológus, a földrajztudományok kandidátusa. Valamikori karcagi gimnazista, református gimnazista tanulónak a gyermeke, Vadász Esztike néninek a gyermeke, és Esztike néni kezdeményezésére indítottuk el immár 8 éve ezt a versenyt, amelynek apropójaként az ő fia emlékére vettük fel a nevet, és azóta is versenyzünk ezen név alatt. Cinege Tamás 12 osztályos gimnazista szavalata után kezdetét vette a verseny. Mint Major János szaktanártól megtudtuk, a tanulók 4 kategóriában versenyeztek. Az írásbeli fordulót minden tanuló a saját iskolájában írta. Ez összesen 78 diákot jelentett az országból. Majd kategóriánként 10 tanuló jutott be a szóbeli döntőbe. A karcagi döntőn 7 iskola, Nyírbátor, Mezőtúr, Kisújszállás, Bonyhát, Heves, Karcag és Kárpátaljáról, valamint Nagyberekről érkeztek. 33 diákja vett részt a felkészítő tanárokkal, kísérőkkel, szülőkkel, házigazdákkal együtt. Mivel egy versenyről van szó, én úgy gondolom, hogy önmagában a tananyag az nem elégséges szint ehhez a versenyhez. Egy picit mindig próbáljuk meg kiegészíteni. De olyan kiegészítéseket próbálunk beletenni ebbe a versenybe, amely természetesen nem riasztja el a gyerekeket a versenyzéstől. Valóban nagyon jól ismerik Hajdú Muharos életútját, hiszen minden évben az írásbeli fordulón van kérdés az ő életútjából. Ezen nem is kívánunk változtatni, tehát egy 5-10 pontos feladat erejéig mindig beletesszük a tesztbe. Az írásbeli feladatot azt általában január elején iratjuk meg a tanulókkal, mindenki a saját iskolájában, és kategóriánként, ez azt jelenti, hogy 4 kategóriában versenyeznek, kategóriánként pedig a legjobb 10-et hívjuk el az országból, és most már második éve a határon túlról is a szóbeli döntőre, amit itt rendezünk a mi gimnáziumunkban. A tananyag az alapvetően lefedi természetesen a feladatlapokban található kérdéseket. Az életút mellett egyéb aktualitásokat szoktunk nagyon gyakran használni. Az idejében például aktualitás volt egy feladat kérdés sorában a női kézilabda világbajnokság, amit Japánban rendeztek, és az ott szereplő csapatokkal, az ott szereplő csapatok természetföldrajzi és gazdaságföldrajzi ismereteiben, de például pont a tavalyi év is egy ilyen érdekes sportos földrajzi kérdést hozott az Oroszországban megrendezésre kerülő labdarúgó világbajnokság kapcsán. Ezeket a feladatokat nagyon szeretik a gyerekek. Ugye nagyon sokan, én úgy gondolom, hogy nézik a sportműsorokat, röplabdát, kézilabdát, labdarúgást és egyéb sportokat. Ilyenkor mindig egyébként az aktualitásokból igyekszünk beemelni egy-egy kérdést. A verseny célja a megemlékezés és a tisztelgés dr. Hajdú Muharos József geológus, geográfus emléke előtt, akinek édesanyja Muharos Józsefné született Vadász Eszter karcagi református öregdiák. Immár 8. alkalommal rendezzük a dr. Hajdú Muharos József országos református földrajzi tanulmányi versenyt, és ez ugye egy református verseny, dr. Hajdú Muharos József geológus, geográfus szintén református kötődésű volt, és az édesanyja volt igazából iskolánknak az öreg diákja. Na most már második éve mondhatjuk, hogy nemzetközi, illetve beszoktuk azt a kifejezést is használni, hogy Kárpát-medencei verseny. Újra szeretettel üdvözöltük a nagyberegi református líceumnak a diákjait. 4 kategóriában rendezzük ugye a versenyt, és az első kategória az az általános iskolásoknak szól. Itt a karcagiak és a kisújszállásiak is érintettek, valamint a középiskolák közül is a Kisújszállás és a Mezőtúri Református Gimnázium és Kollégium
szintén résztvevője a versenynek.